Mai vendégem Molnár Levente, akinek az élete sok szempontból olyan, mint ez a sokak által emlegetett amerikai álom. Rendkívül fiatal korában ugyanis már a legismertebb nyugat-európai operaházakban énekelhetett főszerepeket. És gyakorlatilag mindent elért, amire csak egy ember az ő szakmájában, az ő hivatása területén vágyhat. A New Yorki Metropolitentől, Párizson, a londoni Covent Gardenen, Bécsen keresztül, Tokióig, a legfontosabb helyeken a legnagyobb szerepeket énekelhette, és éveken át tagja volt egyébként Münchenben a német státszópernek is. Ez tehát az álomkarrier, amiből azért időnként, ahogy fogalmazott, voltán felébredés. Molnár Levente ugyanis egy olyan ember, aki egész életében a családjától örökölt, tradicionális, nemzeti értékekben hitt, és nem csak hit bennük, hanem képviselte is ezeket, beszélt is róluk, akár itt itthon Magyarországon, akár külföldön, ahol dolgozott. Lett is belőle problémája. Ha Hallhatják majd, hogyan történt az, amikor nem egy operaház igazgatója behívatta magához, hogy mesélje, hogy mégis hogy gondolja, hogy ilyen dolgokat mond a kollégáinak akik egyébként, ez is kiderül majd, titokban, súgva beismerték neki, hogy ők is ugyanazt gondolják ám a családról, a tömeges illegális migrációról, vagy éppen a gender propagandáról, mint amit Molnár Levente. Csak ők nem merik elmondani, mert féltik a karrierjüket, az egzisztenciájukat. Néhány évvel ezelőtt aztán Molnár Levente hozott egy, mondjuk úgy, sorsfordító döntést. Ezt is mindjárt hallhatják, hogy mi volt az, és azt is, hogy miért hozta meg ezt a döntést. Molnár Leventével beszélgettem. Vendégem Molnár Levente világhírű opera énekes. Szijepusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. is sokolom. Örülök, hogy kíváncsiak rám, kíváncsi vagy rám. Köszönöm. Mivel összetegeződtünk korábban, ezért abban maradtunk, hogy most akkor tegeződünk, igen, mert igen. hát ez olyan, 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 álságos lenne, hogyha ha most ezen változtatnánk karrieredről, élményeidről, gyerekkorodról, mindenről fogunk mindjárt beszélgetni. Viszont amivel kezdeném, az egy nem olyan régi élményed, mert elvában zajlott a háború, amikor ellátogattál Kárpát aljára az ottani magyarokhoz, és énekeltél is nekik, hogyha jól tudom. Ez hogyan jött ez az utazás? És mit tapasztaltál ott? Van nekünk egy csodálatos szellemi-lelki vezetőnk, de főleg lelki a Csaba testvér, ugye Bőte Csaba testvér, aki, aki én nagyon nagyra tartok, nekem egy példakép, és ő gyakran szokott engem fölhívni, hogy nincs kedved, a ha ráérsz éppen elkísérni, ide vagy oda. És akkor, akkor egy ilyen misszió volt oda elmenni, és nagyon-nagyon köszönöm Csaba utólag is, hogy hogy elvitt magával, nagyon nagy élmény volt, egy kicsit olyan volt, mint a 90-es évek előtti Székelyföld, a, az a hangulat volt, és ugyanolyan emberek, ugyanolyan, ugyanolyan csodálatos emberek, mint a székelyek voltak, hősök, akik, akik kitartanak, akik ott vannak, azok a magyarok hihetetlenek. Szóval ez mm. egy jó kérdés, jól indítottunk, hiszen az, hogy nem volt ott áram éjszaka sehol, és, és úgy keresgettük egymást, és sokszor a telefonok sem működtek, tényleg háborús hangulat, az elkeseredés, de mégis a, a remény, a sok ima, az a sok mosolygós árva gyerek arc, akiket láttunk. Nagyon nagy élmény volt utána másnap Beregszászon a, a mise. Szintén sötét volt semmi nem volt éppen ilyen akkumulátoros enyhe világítás nem szólt az orgona, hanem egy harmonikán kísért a, a pap, és, és sodálatos volt és Csaba testvér is, ami közben prédikált, zokogott. Uh -huh. Mindenki mindenki sírt, mindenki összekapaszkodott. Eh, nagyon érdekes volt, volt velem egy barátom, ő, ő nem mert bejönni például a templomba. Félt, félt, attól, sok gyereke van, hogy, hogy ezt ez provokációból megtámadják, vagy fölrobbantanak, ilyen érzés is volt, a, hiszen tele volt magyarral a, a templom. És a legvégén meg Csaba mondta, hogy hát én is hoztam önöknek valami ajándékot, és akkor fölkonferált engem, és én ugye a nép közül a sötétbe elkezdtem énekelni, és előjöttem azzal. És az emberek hát Hát nagyon, nagyon, tényleg nagyon ömlött a könny a szemükből, és összekapaszkodtunk a végén, és az a sok gratuláció, meg hogy milyen jó, hogy eljöttünk, milyen jó, hogy hallanak ilyet. Nagyon-nagyon megfogó volt, és azóta is bármikor, ha bármilyen misszió van, én állok elébe, csatlakozom. Azóta többször is volt, hogy gyűjtöttünk jótékonysági koncerten a kárpátaiak számára. Hát ez egy, ez egy csodás dolog, és meg kell mondanom, hogy az életem sokszor ilyen dolgok körül forog, hogy jótékonykodás tényleg megkeresni azt, ahol tényleg tudunk segíteni, ahol be tudunk avatkozni, ahol tényleg jó-jónak lenni, ahol, ahol, ahol tényleg az egységet keressük a Kárpát-medencébe, ahol a, az ősi erőket próbáljuk ébreszteni. Szóval, szóval, hogy valahogy ezért jöttem haza. Pont ezt kerestem, és a tegnap előtt megkérdezte szintén egy riporter, hogy mi a kedvenc szerepem, és én azt mondtam, hogy ez. Ami most van, amilyen az életem. Ez honnan jön belőled? Tehát tényleg az... Jó, akkor, akkor már most elmondom. Tehát lehet, hogy, hogy sokan azt mondják, hogy hát ilyen őrültséget otthagyni egy olyan karriert, amiről aki operénekes szeretne lenni, nyilván mindenki erről álmodik, mikor elkezdi. Hogy a londoni Covent Garden-től Bécs, München, Berlin, Párizon keresztül a New Yorki Metropolitanig és Tokióig, és a legnagyobb karmesterekkel, mm -hmm. Zubimétával, Kent Naganoval, a legnagyobb rendezőkkel, a legnagyobb partnerekkel együtt énekelni, és nagyon fiatalon sikerült elérned, és nagyon fiatalon mondtad azt, hogy mégis abba hagyod, még neked évtizedek vannak a hangodban, és mégis azt mondtad, hogy, hogy hazajössz, és másra szeretnéd az energiáidat fordítani. Ez honnan jön belőled ez a késztetés? Itthon minden ügy, tehát itthon nagyon fontos ügyek vannak, itthon, uh, itthon számít minden. Az oda kint az egy álom volt. Szép is volt, föl is riadtam néha belőle, szóval az, a fiatalságot az ember igenis élje meg, gyűjtsön tapasztalatot, és én, nekem az a hitem, hogy erőmtejébe jöjjek haza, és az enyémeknek adjak, mert zsoldosként élni, hát uh, Szerintem az egy nem egy őszinte dolog. Tehát nem, én nem tudtam az ottani politikával, az ottani mentalitással sohasem azonosulni. egyet érteni, azonosulni. Nem, nem tetszett. Úgy éreztem, hogy ez nem olyan fontos. És nekem van egy, van egy hitvallásom, hogy... hogy Azért vagyunk ezen a földön, Tamás Járon azt mondja, hogy valahol otthon legyünk benne, hogy azért, hogy hasznosak legyünk a nemzetünk számára a földön, mert kettő dologhoz szeretek igazodni én az életembe, a jó Istenhez, ami időtlen, ugye téridőt, mindent felülír, és a nemzetem, ami engem túlél, és amiben a gyermekem, és amiben a jövőm fog nyugodni, amiben a múltam fog, hogy is mondjam, talán nyomot hagyni, meg a jelenem, amit valahogy úgy kéne felépíteni, hogy majd két 300 év múlva is azt mondják, hogy húha, ezek a kortársak, akik most éltek a Kárpát-medencében magyarként, jól szolgáltak, nehéz időket éltek át. Abban az, amikor háború volt az ukrán-orosz háború, vagy épp a pandémiát kellett legyőzni, tehát hogy mutassuk meg, hogy mi kortársak most ebben az időszakban itthon helytállunk. Én nem láttam akkor a kihívást abban, hogy ott engem külföldön, engem a ünnepelnek. Hát az szép és jó, az elmúlt. Most más van. Most itthon lesz helyem, itthon fogok, hogy is mondjam, boldogulni. Érdemes követni engem azoknak, akik sokan szídják a hazajövetelt, hogy mi történik az emberrel. Nem könnyű. Ha pénzt nézem, azt mondom, lehet, hogy nem olyan jó. De nem lehet mindig azt a pénzt nézni, nem lehet mindig növekedni, nem lehet valami nagy groteszk dolog. Tehát én, én azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy idehaza kell megtalálja az ember, mint egy, mint egy ék be, bebiztosítsa azt a szerszámot. Legyen szükség rá, legyen fontos a, a miértje, hogy miért van. Mert magyarnak lenni nagyon, hogy is mondjam, nagyon kalandos, jó, vagány. Szóval Szóval én nem is értem sokszor ezeket a mostani nem boldog magyarokat, én így hívom, hogy hogy, hogy mit, mit, mit gondolnak, tehát hogy hogy miért nem találják a helyüket, tehát annyi hely van, annyi lehetőség van, annyi szépség van az itthonlétbe, és olyan kaland magyarnak lenni, hogy hát miért, miért egyből az országomat Cidon vagyok politikai, valamelyik politikai pártot. Tehát miért nem megyek valami nagy, nagy sokkal a szembe. Az, az, ami a világon történik. A, ezek a nagy hatalmak, akik, mit tudom, mindenféle befolyást tesznek, azok, akik nagyon szennyezik mondjuk a, 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 világot. Szóval annyi minden ellen lehet lázadni, de azt együtt kell tegyük, ne úgy saját magunkban, ne, ne csináljunk autoimmun betegséget magunknak. Én, én azt hiszem, hogy itthon, itthon egy olyan csodálatos földet bízott ránk a jó Isten, hogy, hogy itt nagyon sok dolgunk van, nagyon sokat kell tennünk. Hú, rengeteg fele el lehet most minden abból indulni, amit amit elmondtál, mert jó, kezdjük rögtön az elején. Amit mondtál, a félelem. Benned például nem volt félelem, amikor átmentél. Van egy 8 éves gyönyörű kislányod, aki nyilván hazavárt a feleséget, hát a, hazavárt. A, a, haza amiatt is jöttem haza. Tehát nem szerettem volna, én nagyon sok művész meg diplomata, Ö, embert ismerek, akiknek a gyerekeik olyan, olyan semmilyenek kéváltok, mert nem nincs meg az identitásuk se a földhöz, se, se, ide. Én ezt nem mertem megkockáztatni. Most nem fogalmaztam pontosan, Kárpátalján nem féltél amikor ja, ott voltatok. Igen, mert ugye Most azt lehet mondani, hogy az, az, az effektív harcok szempontjából egy nyugalmasabb rész, már amennyiben ennek a szónak egy háború esetében van értelme, de hát nem kell ahhoz rossz indulat, elég egy eltévedt drón, hogy nagyon Igen. nagy baj történjen. Nekem nem jutott eszembe a félelem. Nekem az jutott eszembe, hogy kiállás kell. Tehát, hogy mm. mondok egy vicces sztorit, tehát ezt Csaba testvérnek az egyik pap kollégája mondta, hogy te, mentek tényleg ki oda Csaba testvére? Hát mondom, persze, hát alig várjuk meg minden, S mi van, ha történik valami? És erre a másik pap, egy harmadik pap megszólal, hogy hát akkor valahogy Csaba testvér berúgott titeket a mennyországba. Mm ha együtt, ha kell meghalni. Erre meg Csaba azt mondta, hogy hát mártírnak lenni, vagy vértanúságot szerezni az igen különleges dolog. Arra csak a leg, legkiválasztottabbak alkalmasak. Nem lesz ez olyan könnyű menet. Szóval, szóval hogy nem, ezek, ezek csodálatos dolgok. Nekem nem jutott ez eszembe. Én nekem nekem ez nem számított ott akkor, és, és a kislányomnak, amikor el, elmondtam, akkor, kislányom azt kérdezte, hogy apa, te mész és segítesz nekik, és nem félsz? Ő is ugyanezt megkérdezte, és nem félek, nem félek, mert milyen jó lenne, ha én is bajban lennék, valaki jönne valaki magyar is meglátogatna. És én, én, ezt sokat tapasztaltam, például nyugaton, hogy fölléptem nagyon nagy házakba, és akkor jöttek, és magyar zászlót lengettek, és büszkék voltak rám. Ez mindenütt a világon előfordult, és ez nagyon, nagyon jó esett. És ne csak az örömbe legyünk együtt, fogjunk össze, hanem Nézzük meg a, a nehéz helyzeteket, hogy ott is minél többen legyünk, mert ha többen vagyunk, vagy, vagy, vagy érzik azok, akik ott vannak, hogy azért komolyan számíthatnak másokra, akkor talán jobban kitartanak. Uh -huh. én, én azt hiszem, hogy a nemzetünk azért elég nagy próbaidőt él át most ebbe a, ebbe a világba. Én azt hiszem, hogy nagyon fel kell készüljünk sok irányba, amerre változik a... A világ trendek jönnek, mennek, fölgyorsul, nem is tudjuk, milyenek lesznek ezek a generációk, akik már pár éves koruk óta nyomják a telefont. Fogalmuk sincs, hogy ki hogy fogja megállni a helyét, hogy össze, össze bíre tartani a nemzet. Na jó, akkor most, most, most menjünk, menjünk tovább ezen a vonalon, mert ugye ez is nagyon érdekes és fontos, amit mondasz, hogy te azért jöttél haza, hogy segíts. Magyarországnak, segítsen magyaroknak ellenállni annak a hihetetlen globalizációnak, annak a globalizációs nyomásnak, amely olyan most Nyugat-Európában uralkodó, túlnyomó részt ultraliberális trendeket, gondolatokat próbál mindenhova bejuttatni, az emberekre ráerőltetni, amelyekkel te ott nagyon sokat szembesültél nyilvánvalóan. Vannak, akik azt mondják egyébként, hogy ideig, óráig lehet a pénz, elsősorban a pénz, meg hát mondjuk, ha azt veszük, hogy milyen túlsúly van a szélső liberális gondolatoknak, milyen túlsúlya van például a művészetekben, a te művészetedben is. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy ideig, óráig lehet ellenállni, de aztán eljön az a pillanat, amikor már nem sikerül. Ők pessimisták. Te hogy látod ezt? Mennyire vagy optimista, vagy pessimista ezen a területen? Hú, nagyon jó a kérdés. Ez egy, ez én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly kérdés, amit nagyon át kell gondolnom. Elsősorban, hogy azért jöttem haza, hogy segítsek, hát ki vagyok én, nem, mit tudok én segíteni. Persze, már az segítség szerintem a, a nemzet részére, hogyha ha többen vagyunk itt van, ha kell egyel, ha kell, meg többen egyféleképpen gondolkodunk. Én, én, el tudom mondani, hogy mi van nyugaton, és mi van ezzel a globalista, liberális trenddel. Ez, ez, én ezt nem érzem egészségesnek. Én azt hiszem, hogy akiben van hit, és aki nem ez alatt az egy élete alatt, vagy hogy mondjam, amit a földön történik, ebbe a dimenzióba akarja kijelni az életét, aki tudja, hogy, hogy van tovább, és valami nemesebb dologhoz építünk itt, a Földön ebben a lehetőségben, azt tudja, hogy, azt tudja, hogy ez nem jó irány. Azt tudja, hogy, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok, mint a pénz. Azt tudja, hogy a pénz egy eszköz, persze kell, fontos, de én azt hiszem, hogy én rájöttem egy olyan dologra, engem nagyon sok minden megviselt, elég érdekes egészségügyi gondjaim is lettek, meg, meg belefáradtam sok mindenbe, és annyira vonzott haza, a haza, hogy hogy a gyerek, az édesapám, a sok minden összejött, hogy hogy nekem haza kell jönnöm, és kell segítenem, és én megértettem ezt a ezeket a jeleket. Tehát én pánikbetegségem lett például. Egy idő után már nem bírtam a repülőkre fölülni, és úgy fölmentem a színpadra, nagy siker, szép, meghajoltam, nem tudom én mi, de úgy mindig azon, hogy mi van otthon, néztem a Magyar Híradót, mm. hogy, hogy hogy jól menne, jól megy a dolog, meg néztem, hogy kinek tudok segíteni, akkor én minden nyáron az volt az egész évben, hogy félretettem x pénzt, és akkor még egy ennyi pénzt, és akkor ezzel mondjam. Hazamentem, hazamentem, Székelyföldre, és akkor mesterkurzusokat tartottam ingyenes. Tehát, hogy, hogy ez volt nekem a cél, hogy jön mindjárt a nyár, és akkor én nem vállalok munkát, és akkor otthon leszek. Akkor mesterkurzus, koncertek, hogy, hogy, hogy a Székelyföldre is, hogy kapcsoljuk be a kultúrát, mert különleges emberek vannak. Én, én mondom azt, hogy, hogy egy Székely olyan tehetséges, és egy magyar olyan különlegesen tudja látni a világot a módunk miatt, ahogy felépítünk egy szerepet, hogy, hogy nagyon sokra vagyunk hivatottak, csak ezen a téren is. És a többi térről, amihez nem értek, ne is beszéljünk. Látjuk, hogy mennyi mindenbe ahhoz képest, hogy mondjuk azt, hogy hát nem vagyunk túl nagy nemzet, ugye szellemiségben viszont szerintem óriások vagyunk, szinte mindenkit lenyomunk, ha arról van szó. És, és jó, jobb ide tartozni, ezek tényleg ügyek, tehát én ezt érzem. De mitől volt ez a rossz ír? Mitől alakult ki a, a pánikbetegséged? Mitől alakultak ki az egészségügyi problémák? Úgy fogalmaztál néhány perccel ezelőtt, hogy ez egy szép álom volt, de néha felriadtál. Igen, Hát nem is tudom, hol, hol, kezdjem, hogy, hogy, hogy érthetőbb legyen. Igen, mert az ember csak azt látja, hogy mondjuk felmegy a YouTube-ra, bocsánat, szabadba vágtam, csak egy saját élményemet mondom el, azt, hogy felmegyünk az internetre vagy akár a YouTube-ra, és akkor azt látjuk, hogy a New Yorki Metropolitan, amely azért, van, aki szerint a legnagyobb, de biztos, hogy a legnagyobb operaházak között ott van, csinál ilyen kis rövid reklámfilmecskéket, ami abból áll, hogy egy adott előadásukból egy ismertebb dalt, az szerintük legnagyobb sztárokkal, egy-az egy beleadnak, és a végén kérjék, hogy hát ez a Metropolitan. És akkor a Don Pasquale kettős uh -huh amiben te voltál, a bariton főszerepet énekelted, ezzel reklámozzák. Tehát azt mondják, hogy hát emberek, ez a csúcs, gyertek, mert nálunk ezt lehet látni, itt van Molnár Levente és énekel. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen oldala, ezt látja az ember, de akkor ezek szerint van egy olyan oldal, tehát, amit van, mi nem látunk. Van többféle oldal. Én, én most egy picit, hogy is mondjam, én úgy lettem nevelve, hogy nekem a haza az első. A család és a haza és a hit. Én lenyilatkoztam annak idején, sokan felkapták a fejüket még annak idején, hogy én a csíksomjai szűz Mária lábától jövök, és nekem, engem ő indít meg. Tehát uh, én nem azt mondom, hogy én egy jó ember vagyok, de törekszem rá, tényleg, tényleg teljes erőmmel törekszem rá. Én odakint, amikor történtek ezek a dolgok, vagy a bohém élet, vagy live stream volt az egész világon, közvetítették, ahol amikor a Covent Garden, vagy a metropolitan énekeltem, ezek, hogy is mondjam, uh, úgy próbáltam kezelni, hogy úgy természetesebbnek tűnjenek, mert annak idején, amikor én még tizenéves gyerek voltam, és éppen traktort vezettem, vagy éppen bugyát raktam, kaszáltunk bármi kint a mezőn, akkor álmodoztam, hogy följussak a gépre. Álmodoztam. Sikerült, körberepültem a Földet egy párszor. Nem is tudom, úgy érzem, hogy túl nagyot álmodtam, hogy elszakadtam a valóságomtól. Uh -huh. Nem tetszett nekem az a, az a művileg, nem tetszett, hogy az emberek egymással kommunikálnak, nem tetszett az a képmutatás, nem tetszett az a ronyrázás. Uh -huh. Nem azt mondom, hogy itthon nincs, itthon is van, de itthon, hogy is mondjam, elfogadhatóbb, mosolygok egyet rajta, és talán úgy reagálom le, hogy ez ne számítson annak, aki. Tehát próbálom nevelni. Tehát én, én, én nagyon sokan. Én, én úgy érzem, hogy hogy nekünk az a, a fontos, hogy például az oktatásban, hogy nagyon is helytájunk, hogy a következő generációk a nehézségekre jobban tudjanak felkészülni. És ha már operaénekesnek szállja valaki a fejét, akkor kapjon egy jó jó technikát, mutasson példát, és én azt mondom a fiataloknak, menjetek el, hódítsátok meg, fussátok meg magatokat, és gyertek haza akkor, amikor még minden számít. Tehát ne akkor, amikor már csak habzószájú idős vagy, és akkor ott megpróbálsz becsapni a kultúrába, és akkor ott még vered a mellett vagy szítsz valakit, vagy éppen úgy akarsz belavatkozni, hogy nem voltál a szerves része akkor, amikor igazán volt erőd, és, és, és tehettél volna a hazádért persze sokan azt mondják, hogy most is milyen sokat tennél a hazádé, ha ott énekelnél külföldön. Hát ez is egy nézőpont, csak akkor lehet, hogy én már nem lennék, vagy nem tudnám jól csinálni, mert, mert egyszerűen meghasadnék benne. Hát én azt mondom, hogy ha az ember figyel, és az ember hívő, keresztény, akkor ha figyel az érzéseire, figyel a jelekre, hogy mik hívják haza, és mik, mik kell, hogy történjenek az életébe, akkor ha ha annak engedelmeskedik, akkor, akkor azt fogja tudni mondani egy idő után, amit én mondok most, hogy én most a kedvenc szerepem az én önmagam, aki itthon vagyok, és, és, és egy csomó jó dolgot csinálok, és egy csomó új dologba próbáltam ki magamat, segítek rengeteg fiatalnak, nem tudom, szóval bármi... Tehát ha akarok, még most is visszamehetek. Most is napokba jött egy nagyon szép felkérés nyugatra. És? És Megfordult a fejedben, hogy de a jó A lenne, Bécsi ügynökségem az meg, hogy is mondjam, kaparja a fejét, hogy Levente nem elérhető. Tehát nem, nem. Egy cseppet sem vágyom. Nem, nem. Én, én nem voltam soha ugye elájulva. Oda Fiatal magad? koromban álmodo, álmodoztam arról, hogy Németországba éjek. éltem is Németországba, öt évet Münchenben a státszópernek voltam az egyik első szólistája. Kipróbáltam, és én nem, nem szerettem volna Auslander lenni sehol. Nekem van egy gyönyörű hazám, ott van Székelyföld, ahol, ahol minden tényleg mesevilág, tehát őszintén mondom, tényleg onnan jövök, és oda megyek haza, és én ott töltödök a legjobban, amit hozok ide is onnan hozom, tiszta forrás, én így nevezem, és nagyon, nekem, nekem ez így, ez, így, megfelel. Hát én nem azt mondom, hogy néha nem jut eszembe, hogy hú, de jó lenne szebb házba lakni, vagy nagyobb, és ez simán megkereshetném, ha, ha kint lennék, de, de én azt hiszem, hogy az elégedettség, hogyha az ember azt mondja egyszer, hogy hogy nézd, milyen szép, amin van, milyen jó ez, és, és, ott vagyok, ahol kell lennem, és nem az van, hogy futok egyik munka után, és a másik munka után, hanem, hanem szép magyar darabokba vagyok bele. Most például Szegeden a kék énekeltem, mert most meg hamarosan jönnek a helységkalapácsai, aminek most lesz az ős bemutatója ahol a feje nagyot éneklem, mm. szóval új, do új magyar dolgok születnek meg. Most például voltam lent tusványosan, és akkor megláttak, akkor fú, jövőre meg is hívnak a nagy színpadra a zenekarommal, mert van most olyan is, de kérték, hogy operablokkot is vigyek a diákjaimmal, szóval szó, szóval, bezseg, tehát, hogy megvannak itthon az értékek. Engem, engem ad, aki nem érdekelt, hogy kinek teszek jót, vagy kinek nem. Tehát úgy örültem, hogy az emberiségnek szép, vagy jó, hogy maga az éneklés az egy, az egy pozitív, és egy, egy béke fotoszintézis, amit belelehelünk a, a levegőbe, az atmoszférába, de ott ki nem voltak ügyek, amiben úgy tudtam kapaszkodni. Nekem csak az opera maga, hogy egy opera szerepet elénekeljek, az nekem nem akkora ügy, hogy azt valamiért tegyem. Mondjuk a, Hazámért, vagy a nemzetemért, vagy a tudjak azonosulni. Nekem például a, a gyerekem nem látott külföldön, mert, mert kicsi volt, és én nekem haza kellett jönnöm, hogy lássam mm. Szóval a, a párom sem jött ki soha. Én mindig hazajöttem. Ha volt három nap szünetem haza tudtam vezetni, azonnal jöttem mm. haza, vagy repültem haza. Úgy valahogy nekem én, én nem is akartam belevonni ebbe a családomat. Mm. Tehát, hogy úgy nem, nem, tudtam családilag megélni. És hát főleg, amikor láttam a kollégáimat, hogy hú, de boldogtalanok. Kiütött a pandémia, és én pont a pandémia előtt döntöttem el ezt, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, nem csinálom tovább. És nagyon érdekes volt, még egy csomó szerződésem megvolt, és még pont nem mondtam le, és én kifizették, úgyhogy nem kellett dolgoznom. És például ez egy érdekes dolog volt, hogy én mégis úgy döntöttem, hogy nem megyek. És akkor beszéltem ugye a kollégákkal minden felülről a világon, se családjuk egyiknek, se a velem egykorúaknak, se egy normális kapcsolatuk, se egy saját ingatlanjuk, semmi. És ott álltak, bezárt operaházak, és a lakbért fizették, és ott ültek, és egyedül voltak. Sokan haza se tudtak utazni a szüleikhez, amiknek még van, vagy ilyesmi. Uh -huh. Én meg otthon voltam, békességben a családom, jó meleg házba, a gyerekemmel home videókat készítettünk, kitaláltam akkor a kék amilyen home kék szakáló. Egy csomó, csomó dolgot, és amikor már elkeseredtem, hogy, hogy mit kezd egy operainek, és ebben a pandémiában nincsenek fellépési lehetőségek. Oké, okay, a videót csináltunk, ezt, az egy pár dolgot, és egyszer megcsörlen a telefon és fölhív a Mária útnak, a, az Erdély Mária útnak a vezető, hogy lemente, szükség van rád. Tehát éppen imádkoztam, hogy most segíts meg Mária, új gammas szűzanya. És megszólal a telefon, hogy szükség van rád. Te kéne légy az, az erdélyi Mária út zarándokságának a, a nem is tudom, Főnök. milyen fővédnöke. Igen, pontosan. És mondom, hogy miből áll az? Az, hogy valahogy a határon át kéne az imaszallagokat hozd. Mert nekem még mai napig csíkszered, hogy lakos vagyok. Tehát mm. én nem, én ezt nem adom föl. És hát mondom, jó, de hát most csak egy ilyen, én akkor nekiágok, és gyalog, elmegyek. És amennyit tudok. És én akkor fogtam a sok imaszallagot, minden településen összegyűjtöttük, stb. több száz. És megtörtént a család, levente, útra kelt. Úgy, hogy pont a Covid-ból éppen, hogy én is kijöttem, és szeltem a több száz kilométert, és mentem haza, és a hátamon a nagy kereszt, és a zimaszallagok, és az operaének, az enyhén ismert opera énekesre szükség volt ebben a helyzetben. És az, hogy megérkeztem Csíksomjóra, persze nem volt elég idő, hogy végigmenjem, végigmenjek gyalog, de nagyon sokat mentem. Utána való évben viszont végigmentem. Tehát zarándok lettem, és, és olyan embereket ismertem meg, olyan tapasztalatokat gyűjtöttem, olyan dolgok történtek meg velem, hogy, hogy álmomba se gondoltam volna. Hát ilyent kint, nyugaton, vagy bárhol valami ehhez hasonlót, ami ennyire számít, ami ennyire apostoli, ami ennyire szent, hogy hazamegyek én a, a, a mennybéli édesanyámhoz, a Szűzmáriához, és leteszem oda az a több száz emberét, több száz intézményét, városét. Hogy, hogy, hogy én ilyennek lehetek a részese? És rengeteg olyan nagy dolognak lettem azóta részese. Annyi sok szép mindent csináltam, tehát ez csak itthon történik meg az ember. Hát jó, tehát ezért nem jár pénz, de ne. Hát ha mindig a pénzt akarjuk nézni, akkor akkor, akkor nem tudunk elég időt szentelni a, a lelkiségnek, a békének. Tehát, hogy amire időt áldozunk, abban fejlődünk, amiben több időt töltünk. Úgyhogy én a hit életben, most így, így, hogy is mondjam, így jobb vagyok a teljes mértékű életemben, hogyha a hittel foglalkozok, mint bármi bármi mm. másban. Azon gondolkoztam, amik hallgattalak, hogy mindaz, amiket te, te, te látszik, hogy a teljes őszintesség és lelkesültség az arcodon, miközben ezekről a dolgokról beszélsz, hogy hit és hogy haza a család fontossága, ezek mind azok az értékek amelyek most Európában ö, a leginkább veszélyben vannak, amelyeket van. megpróbálnak lerombolni, szétbontani, ö, és helyettük ezt a már hivatkozott ö, ultraliberális, nem is tudom, jó szó, ide az érték, ultraliberális gondolatokat, nézeteket nyomni. Volt-e neked odakint abból problémád, mert én tudom, hogy te székelyemberként sosem tagadtad. Mindenből meg volt magad. Problémám odakint, volt és idehaza is van mindenből problémám. De volt olyan, odakint, hogy odakint, hogy hogy, 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 vitatkozni kellett, mert nem persze. nézték azt jó szemmel, akár az, hogy hívő vagy, akár bármi mást. Hát persze, már emlékszem, amikor először kimentem Münchenbe, huszon, mennyi voltam, négy éves, vagy valahogy így, és mentünk úgy többen be, hogy beregisztrálunk, hogy akkor itt lakunk, és satöbbi, satöbbi, és akkor a tátunk sorban, és akkor én voltam száz nem tudom hány emberből az egyedüli, aki azt mondta, hogy én római katolikus vagyok, és én igenis szeretném az egyházadót befizetni. Így néztek, hogy ez hülye. nem kevés pénz, nem vicc. Tehát Németországban, akik befizetik, attól elég nagy százalékba veszik le. Például ott, és akkor utána beszéltek a fejemben, hogy ilyet miért csináltam. De volt olyan is, amikor azonnal az igaz... több helyen is volt három operaházban, hogy az igazgató azonnal behívott magához, tudja, Molnár Levente, tiszteljük, hogy fantasztikus énekes, köszönjük, hogy itt van, de mi a helyzet azzal az Orbán Viktorral, mit csinál már? Szóval ilyenek is voltak, hogy, hogy behívott az igazgató. Na és akkor mit mondtál? Hát, hát, mit, mit mond az ember? Hát azt mondja, hogy én jó magyar vagyok, én úgy látom, hogy itt egy, van egy irány, itt van egy bástya, itt, 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 nagyon fontos, fontos emlékezni Hunyadi Jánosra, stb., hogy ő mit tett annak abban az időben, és ha most nem is harccal kell bármit is megvédeni, de bizonyos értékeknek is, mint ha, ha bocsássa meg a világ, hogy ilyet mondok, de ha, ha már lassan arra felek közeledünk, hogy mintha egy múzeum lenne, tehát hogy, hogy még itt van valamiféle ebbe az irányba való gondolkodás, és akkor nagyot nézett. Mondom, miért baj az? Miért baj a múltunk, ami egészségesen viszonylag elhozott idáig? Sok küzdelem Ez Ezzel mi a probléma? Tehát mi a probléma azzal, hogyha egy, egy, egy többség így gondolkozik? Tehát, hogy, hogy, hogy ez, és miért fontos önnek az, hogy egy másik országban mi van? Tehát, hogy, hogy miért ilyen szinten? Kérdi, hogy neked mennyire fontos. Hát én mondtam, hogy nekem addig fontos, amíg tiszteletbe tudjuk egymást tartani. Uh -huh. Én kőkemény vitáim voltak, tehát hogy beszélgetés. És én azt mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy jelenleg egy olyan politikusunk van, aki, aki a világpolitikába kőkeményen beleszólt. Tehát egy izgalmas, például ott lenni tusványosan. Minden magyarnak ott lenne a helye, hogy, hogy, hogy lássa, hogy mekkora ligában fotbalazik a, a, a miniszterelnök úr. Tehát tényleg, tehát, hogy mennyire tényező, hogy hogy a románok hogy viselkedtek. Apropó, nagyon érdekes volt, hogy, hogy mentem be az utolsó nap, amikor volt a miniszterelnök úrnak a, a, a beszéde tusványosan, és ott volt a sok román, ugye a zászlókkal, és próbálták provokálni az egész rendezvényt. Nem lett semmi belőle, és én pont ott jöttem le. Kicsit el voltam késem, már hosszú volt az éjszaka, buli volt, stb. És megáll egy nagy fekete autós. Jöjjön, művész úr! Majd én beviszem, átviszem. És a Léva Janikó volt. Hát én, el volt a májú, hogy engem megismerte. A... Hát komolyan, hogy beültem a és bemutatkoztam neki. És úgy álltam, akkor átfitt, és akkor megköszöntem szépen, és olyan csodálatos volt. Én nem gondoltam volna, hogy engem megismer. Szóval, szóval ez csodálatos volt. És, és azt mondom, hogy egy ilyen emberért azért érdemes kiállni, mert, mert ő. ő globálisan gondolkodik egy, egyfajta szuverenitásba. Tehát úgy, ahogy megnézzük a sok, sok, embert, aki egyedül van, vagy egy kisebb család, és nagy házban van, és stb. 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 Én azt hiszem, hogy az embernek, ahogy a magánéletben szüksége van egy kis intimitásra, ugyanúgy nemzeteknek, embereknek van szüksége, hogy is mondjam, egészségesen gondolkodó embereknek, akik produktívak mindenféle téren. Igenis, jogukban áll a békét választani, jogukban áll a saját hitüket és a saját értékeiket megvédeni. És ez, ez, erre ciki, hogyha ebbe valaki beleszól mm. szerintem. Nekem nem mondják meg, hogy én hogy én mit csináljak a, a hitemmel. Nem mondja meg senki. Nem mondja meg senki azt, hogyha én, ha én igenis nem nézem azt jó szemmel, hogy valaki az én értékeimet meggyalázza. Mm. Hát ez, hogy miért ismertek fel. Miért ismert fel téged Léva Énikó? Hát talán azért, mert a békemenet előtt énekeltél. Hát több százezer ember igen, na, na, ezek előtt. Igen, ezek is olyan nagy dolgok, tehát nagy, tényleg nagy dolgok. Tehát olyan hazajönni... Utána persze sok minden más bajon meggyűlt itthon, szakmába, stb. stb. De, de ezek mind apróságok. Olyan dolgok is voltak, hogy például a, a judó világbajnokságon ezelőtt hat évvel, vagy hét évvel, még a pandémia előtt is énekeltem, ahol Putyinnal is találkoztam. Például ilyen is volt. Nem, mintha ez most ilyen nagy dolog lenne, de, de úgy, úgy azért hívtak el egyébként, mert hogy cselgáncsoztam nagyon sokat ugye annak idején, és hallották, hogy, hogy van egy énekes, Csegán, és akkor engem kértek föl. És találkoztam nagyon sok elnöke, például a német kancellárasszonya, hirtelen akartam mondani. Igen. A, a, például volt a kancellárasszonya. volt kancellárasszonya, bayreith ba is, meg Münchenben is, és eljött előadásomról én címszerepet énekeltem, és ott volt és gratulált. Szóval, hogy, hogy ilyen dolgok abszolút léteznek meg. Hát a, a az angol királynő, meg a mostani királlyal is, hát én búcsúztattam a kedvenc bohém élet előadást, a Placido Domingo vezényelt kint a Covent Gardenbe, és amikor ott volt a királyi család, mert a John Copley akkor volt 96 éves, akkor búcsúztatták a, rend, a rendezését, és nekem az volt az álmom, amikor elkezdtem énekelni, hogy egyszer énekeljek a Covent Gardenbe, csak egyszer, és ha lehetne, akkor a Marcello szerepet, mert az akkori kedvenc baritonistám, a Thomas Allen, énekelte, és akkor nekem ő volt a nagy példaképem, aztán sokat énekeltem vele együtt színpadon, aztán rájöttem, hogy akkora nagy példakép. Szóval hogy az emberbe tud csalódni, hogyha így megismeri, személyesebben is együtt kellett dolgozni, de attól függetlenül tényleg nagy élmény volt vele énekelni, vagy vagy ilyen személyeknek énekelni, de ez mind, mind mellékes, mert idehaza ügyek vannak, ide idehaza, amikor kimegyek a, a, a Csíksomjói búcsúra, és például az idén a Csicsémioi Búcsú után a zenekarral, a magyar Rapsodi projekttel egy hatalmas koncertet adtunk. Na az ilyen kér érdemes élni, ahol a magyar szépségről, a, a magyar túlélésről, a magyar erőről éneklünk, ez zenélünk, ez nagyon nagy feltöltődés. Tehát a székelyek próbálnak még kitartani, mindenben kell őket, én azt hiszem, segíteni, ami ilyen hitbéli dolog. Tehát kell érezzék azt, hogy együtt vagyunk. Mert azért 700 km sőt 750-800 km-re Budapestről és 150-200 km-re Bukarestről még mindig szín magyar a székelység, és ez egy csoda. Azt akartam kérdezni, hogy, hogy gyerekkorodban egyébként te mit tapasztaltál e, azzal kapcsolatosan, hogy milyen veszélyek, támadások érik az ottani magyarságot, illetve egyáltalán, hogy történt az meg a te életedben, hogy rá kellett arra többenned, hogy te egy másik nemzethez tartozol, ahogy a családod, az egész falu esetleg, vagy a környező sok falu, mint az ország, amelynek egyébként az állampolgára vagy. Abban az időben én hősök között éltem. Én azt éreztem, hogy Ergyó remetén ott az emberek hősök voltak, keményen dolgoztak, erősek voltak, mindent szenvedéből tettek. Ha munka volt, ha mulatás volt abban, olyan erő volt, hogy hihetetlen. Akkor még, még hittem abba, hogy kacagunk, hogy te hallod, -e, hozzánk csatolták Romániát, és akkor most mi van? Hány román jut egy magyarra? Hát három-négy, hát annyi kell is, így szoktuk mondani. Most már ezt nem érzem, most már, most már sajnos eltelt sok idő azóta, és nagyon megfogytunk. Mm. Tehát ez a mostani számadatok, stb. stb., ez, ez, ez egy vicc. Én nekem van egy komoly elképzelésem, hogy itt föl kellene politikailag, sajnos a magyar magyarságot össze kellene jobban fogni, mert ami ott volt politikailag, ott van politikailag jelenleg Erdélyben, Romániában, az, az vicc kategória. Tehát, hogy most már ki kell jelenteni azt, hogy jó, jó, de eddig is ne tovább. Tehát 25-30 év alatt 2,5 millió magyar, 2, 2 millió magyar volt, ha jól emlékszem, 90. 90 környékén most alig van egy millió, vagy talán annyi Szóval... De most arra gondolsz, hogy eljöttek, mert eljöttek. az élet számukra nem volt már tovább nem, 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 Tehát a magyarság nincs összefogva, nincs, nincs jó képviselet, nem, nem, tud, nem tud a, a mostani ö, politikai erőnk eléggé olyan erős lenni, mint a magyarországi Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett politika, nem tud olyan karakteres lenni, mint amit ő csinál a világban, csak ott Romániában nem tud a székely politika, a magyar politika erős és karakteres lenni. Állandóan mindent, mindent elfogad végül, mindenbe, belegy, mindenbe belenyugszik, csak a nagy bláblába. Szóval egyszerűen nem, nem, tudunk kiállni, megveszik kilóra a vezetőinket. nincs, nincs elég tartás. És én szorgalmazom, hogy el kell indítani a Fidesz pártot a székeségen belül, nem csak a magyarságon belül, nem csak azért, mert hogy akkor sokkal többen elmegyünk szavazni, mert itt egy, akkor tudjuk, hogy hátul mégiscsak ki van, és mi az, hanem, hanem, egy csomó románt fog elhozni. Tehát én, én, én ott dolgozom, Nagyváradon rengeteg románt romántismer, és mindenki dicséri és nem csak ott, hanem Erdély szerte más románok, és azt mondja, hogy végre egy ember, aki keresztény. Végre egy ember, aki abban gondolkozik, hogy megvédeni a régi mutat. Tehát, ha össze egy szed... Romániában, arra így, román emberek szavazzanak. Arra román szemét. emberek, ezt itt bármikor tűzbe teszem azért a kezem. Hm. Szóval egy komoly, de erre, ami ott van most, erre a bohóc, ezékre nem, nem, hm. erre nem, sajnos. Tehát van, vannak ott is tehetséges emberek, össze kell szedni, meg kell mutatni az irányt, hogyan, stb., pedig meg azt, kell csinálni, azt szerintem. Ugye lehet mondani, meg te is szoktál utalni arra, hogy azért nagyon sok minden változott az anyaország és a határon túli magyarok kapcsolatában is. Mondjuk Persze, Magyarország, Magyarország nagyon vonzó. Például a székely fiatalok, azok pestmániások. Tehát mindenkinek az az álma, hogy egyszer ide kijusson, mm. és valahogy boldoguljon, hogy magyarok közt legyen. Hát nekünk baromira nehéz, amikor elkerülünk ugye főiskolára, vagy, és egyszerűen, vagy már Csíkszeredában én is tehát beszélek románul, de, de sokszor úgy nem áll a számára, ugye, mert nem használtam hosszú évtizedekig, és bemegyek, és hiába köszönök neki jó napot, ott nem köszön vissza, is fölhúzza az órát, és csak románul mondja de ha mondjuk a feleségem angolul szól hozzá, arra is azt hiszi, hogy, hogy inkább nem akar románul, inkább angolul beszél. Szóval, hogy van egy, van egy ilyen konfliktus, tehát ez, erről nem kell azt mondani, hogy nincs. Van egy csomó jó példa is. Tehát nekünk például voltak olyan szomszédaink, akik románok voltak, és annyira tiszteltük egymást, hogy mi beszéltünk hozzájuk románul, ők meg beszéltek vissza hozzánk magyarul. Tehát meg volt bennük is. Van, van egy csomó jó példa. Mm -hmm. Például az én tanárom, aki, aki, most tanít szintén velem ott az egyetemen együtt, ő azt mondta, ezerszer újra születne, akkor is magyar arnak születne, mert meglátta, ráérzett a történelemből, meg a küldetésünkre, meg a arra, hogy, hogy úgy valahogy tisztességesebb mindent tettünk. Nagyváradon a Párciumi Párcium Keresztény, Keresztény Egyetemen. Éjjtément. Hát ott Keresztény. most már lassan negyedik éve létrehoztam, tuk az énektanszakot, és hát például az, hogy román, magyar, például ugye a román énekiskola technikailag a világon az egyik legjobb. A magyar lehetőséget a román technikával, keveset lehet tanulni a románoktól, de énekelni lehet tanulni tőlük, ötvöztük, és nagyon sikeres a szak, teltházzal működünk, szép eredményeket érünk el, én nagyon büszke vagyok rá. És ott a román tanárok is, például van olyan az egyik tanárnő, a világon az első öt legeredményesebb tanárnő közt van, és ott van nálunk, és imád minket. Hát akkor most ezek után már Visszatérve a kárpátaljai utathoz, azt még fel akartam mindenképp azt a kérdést tenni, hogy ö, mi a vélemény például arról, hogy nagyjább, nagyban zajlik a háború, de most ugye bevezették a nyelvtörvénynek egy újabb olyan körét, vagy fokozatát, nem is tudom, hogy mondjam. Most már, ha jól értelmezem, gyakorlatilag az ottani kisebbségi nyelvhasználat az az alsó tagozatra korlátozódik. Szomorú. Az van, hogy magyar fóbia van. És én ennek tudom, hogy mi, a, mi, az alapja. Ha nem tartozhatnak közénk, ha már nem ezt a fajta értéket, mert, mert rosszul döntöttek valamikor, és sok mindenki elárulta őket, és elárulta ezt az egységet, amit képviselt a, az apostoli királyság. Ha már nem tartozhatnak közénk ezek a nemzetek, amit sokszor megbántak, akkor elkezdik szídni, elkezdik gyűlölni, elkezdenek, ha már nem tartozhatnak ebbe a, ebbe a klubba. Ezen, ezt tudjuk jól, ez egy normális viselkedés. Tehát itt Magyarországon, ha minden úgy megy, ahogy ki, ki van találva tényleg sokak által, itt nem csak gazdasági forradalom lesz, hanem, hanem itt egy, egy nagyon gazdag ország lesz hamarosan szerintem, egy 10-15-20 éven belül egy, egy nagyon nagy fokozatot fog fellépni minden szinten ez az ország, ez a nemzet. És akkor majd jó lenne oda tartozni, hozzátartozni, abból a sikerből részesnek lenni. Én ebben bízom, és én, én úgy érzem, hogy jó úton járunk efele. És akkor talán majd lennebb, mennek ezek a dolgok, és majd nem akarják bántani a magyar. De addig ki kell, ki kell tartani. Nem tudunk mást mondani, ki kell tartani. Nekem például bajos érzeteim vannak ezzel kapcsolatosan is, hogy Romániába például kirakták a magyar magyar pártot, ezt az RMD, ezt a kormányból, nem -e készülnek valamire, és hogyha ugye akkor zár történik, ha kitör egy háború, be akarnak vonulni, mert állandóan fenyegetőznek éve, hogy akkor ne legyen egy magyar ember se, aki beleszól, vagy bármi féle legyen. Soha nem lehet tudni ezeket a döntéseket, hogy mi van a háttérben. A magyarság nagyon-nagyon komoly próbatételek előtt áll, megint, ismét. Ez az érzésem, és mi, mi székelyek az ilyeneket jól szoktuk érezni. Tehát uh -huh. például Erdélyben a magyarsággal, amikor nem egy Orbán kormány volt, hát úgy bántak velünk, úgy szivattak, olyan csúnyán beszéltek, amit meg nem, tehát ember meg nem emészt. Amikor visszajött az Orbán kormány, akkor megint minden, hogy is mondja, volt respektje a magyarnak. Uh -huh. Szóval Azért mi mindig büszkék voltunk odahaza, hogy egy ilyen anyaországunk van, és jó érzés volt magyarként küldetésben lenni, hogy ki kell tartani. Most az van, hogy a fogyasztói társadalom, ez a pénzmánia, amit én nagyon nem szeretek, ez most már odáig torkosult, hogy az emberek elmennek inkább mit tudom, pár ezer euróért répát szedni, mint hogy otthon igaz kevesebb pénzből, a saját kis földjeiket megműveljék, és a biztosat válasszák. Most már nagyon vigyázni kell például a Székelyföldön arra, ha valaki el akar adni egy darab földet, megjelennek a románok, az ortodox egyház, stb. 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 veszi meg azonnal a földet, tesz rá egy keresztet, stb. Tehát olyan szinten ö, fölálltak, és, és mindent, ami magyar, meg akarnak szüntetni, hogy nehéz. És Kárpátalján szerintem hatványozottan van ez. Tehát én ott éreztem, én láttam azokat az arcokat. Elkeseredett, nagyon elkeseredett mindenki. De, de milyen jó, hogy mégis ahogy csak lehet, ha külügyünk próbál segíteni mindenütt. Mm. Tehát például a, több, többször találkoztam külföldiekkel mostanában is, és mindenki azt mondja, hogy van az Orbán Viktor, hogy, hogy micsoda politika, stb. Még ha rossz is, mert van, aki azt mondja, hogy ez borzasztó, de azt mondja, hogy hú, de milyen jól csinálja, milyen karakteres, milyen stb. És ott van a, most már mindenki a Szijjártó nevét is tudja. Mm. Szóval, hogy, hogy van egy komoly külgazdasági és külügyminiszterünk is, és például e, a románok, mondom, nagyvárodon én, akiket ismerek, meg barátaim, stb., mindig tisztelettel beszélnek a magyar politikában, bár csak nekik is olyan lenne, hát ott két évente megomlik a, a, a Kormány, tehát ez mm -hmm. egyszerűen egy vicc, vicc kategória. Mm -hmm. a, stabilitá a stabilitást mindenki irigyli és Mi, mit csinálnak ezek a kicsi pici emberkék, ilyen mindenféle boldogtalan emberkék? A stabilitást próbáljuk, hogy na majd ők megdöntik, és akkor mindenki támadja azt, ami szilárd. Én tudom, én is egy ilyen ember vagyok, hogy ilyen nagy mamutnak nézek és akkor jönnek mindenki innen-onnan, irigyek, stb., és ugye a láncsa lóg bennem, de én megyek előre, nem érdekel, csinálom a dolgomat, akkor is, ha nem tetszik, hogy én békével teszem. Tehát, hogy, hogy ezt kell csinálni. Túl kell élni most, a szív is így dobog, néha összehúzódik, aztán kitágul, erőt vesz, pompál, szív. Mi most úgy néz ki, hogy szívunk, de, de ez nem tart örökké, túl kell élni ezt az időszakot, és, és lesz, lesz, lesz támadás. Felírtam két dolgot, az egyik, hogy Orbán Viktor most már sokat szor emlegetted, de te beszéltél is vele ezen a bizonyos békemenet előtti fellépésed során. Készült egy fotó is, ugye? Igen, igen. Hát én azt, én, azt mond, én azt mondtam, akkor már másodszor énekeltem a Békemenetem, vagy az ő beszéde előtt, mert még volt egy március 15-e a múzeumnál. Én azt mondtam, hogy én, én elvállalom ezt a fellépést, tehát én nagyon tisztelem, nagyon fölnézek rá, de csak akkor, ha lehet egy közös fotón vele. Mm. Ezt kikötöttem, és bekopogtatott oda, bejelentkezett a sátorom, és bejött. Na művész úr, szóval, nem vagyok én méltó, hogy beszégesek komolyabb dolgokról vele. Én én nem, nem igazán mertem semmit mondani, kérni, én csak azt mondtam, hogy kitartást, amit sokan jó magyarok gondolunk, hogy hogy hajrá előre. Volna, volna egy-két dolog, amit mondanék egyébként, de, de akkor én különösebben nem mentem. Csak egy előadásról beszéltünk, amit látott a miniszterelnök úr, amiben én is főszereplője voltam, és ott énekeltem egy szép dalt, és megkérte, hogy azt is énekeljem el a, a békemenete. A, a toborzó előadásban Igen. látott, és abban énekeltem ezt a bizonyos palóc és akkor megkérte, hogy azt is... Hmm. Éneke... Mit, mit mondanál neki? Elmondod? Miről egy, dolgo, egy dolgot mondanék neki, hogy, hogy a kultúrában és az oktatásban tényleg sokkal jobban a bel belügyekben, a kultúrában és az oktatásra sokkal hangsúlyosabban kellene ő személyesen jobban odafigyelje. Kultúrában sokkal több rejlik, mint amit a közgazdászok vagy jogászok gondolnak. Sok mindenki nem tud nemzetközivé válni. Én például tudtam, mert olyan a szakmám. Nem csak azért, mert hű, de jó vagyok, vagy mit tudom, hogy mi ezt mellékes. Olyan a szakmám. De egy csomó minden sokkal jobban kellene, kifele nyitani, kifele segíteni, és ez alapvetően az oktatás kapcsolatrendszerből ö, alapul, hogy az új generációk legyenek nyitottak, de egy olyan, mint én, ahogy kimentem, hiába akart engem beszívni, nekem felajánlották már, nem is tudom, a német, meg a svájci állampolgárságot, légy itt állandó, bariton, légy itt a, a nagy sztárunk, stb. Mondtam, én föl nem adom se a romát, se a magyar állampolgárságomat, mert ez, ez nekem nagyon fontos, hogy igenis magyarként tudjak le, Meg lenni Romániában és Magyarországon is. És ha ilyen tudattal mennek a fiatalok és hely tudnak állni, mint a régi nagyjaink, akik eljutottak sokfele, akkor, akkor azok igazi magyarok lesznek, de a legtöbben elkalódnak. Ez a probléma. Uh -huh. Tehát nagyon fontos, hogy úgy nyitani, hogy, hogy legyen egy olyan megrendíthetetlen alap alapmagyar stabilitás, beállítottság annak az embernek, aki próbálkozik külföldön, hogy, hogy, azon látszódjon, hogy az magyar. Hát én például vagy ilyen ingbe, vagy egy, egy, székely mellénybe mentem, és akkor kérdezik, mi ez? Hát mit reklámozunk? Nem reklámozok semmit. Nekem ez a, az én öltözetem, ez olyan ősi. Mondom, miért kéne ugyanolyan trendi legyek, mint te? Hát én nekem ez nem áll jól, hát te olyan szép vagy abba hát én, én hadd maradjak abba, vagy amikor a kokárdát Japánban voltam március 15-én, és ki, kitettem, akkor jöttek oda az emberek, hogy mit jelölsz? Csak nem valami hirdetsz, valami... Volt, aki megkérdezte, hogy vallási beállítottság, vagy szexuális beállítottság, vagy ilyesmi. Nem, én elmondtam büszkén, és hogy oh, you are great patriot, very nice. Tehát, hogy, hogy azonnal gratuláltak sok helyen. Például Japánban ennek volt lényege. Szóval nemzeti öntudatot nevelni. Ez, ez fontos. Tudom azt, hogy voltak ö, olyan pillanatok a kinti karriered során, és őszintén szólva, másoktól is visszajut olyan történet, amire már talán utaltál is, hogy kint kollégák szintén van hitük, szintén van bennük hazaszeretet, szintén értékelnének, hagyományos értékrendet követnének de eltitkolják. Igen, van, van van, ez a réteg. Nekem nagyon-nagyon nekem gyakran előfordult az, hogy oda jöttek, és amikor látták, hogy én kőszikla vagyok, az én elképzelésem, ők is elmondták, hogy hát bizza, bizza, ők is jöttek, de ők nem merik mondani, hogy például főleg az oroszok az elmúlt pár évben, ott már érződött a, a, a levegőben ilyen-olyan dolgok feszültség. És ők mondták el, hogy hát ők nem mernek így. Volt, aki nevet változtatott, ők nem, ők nem belik fel, ők nekik muszáj ilyen nemzetközi, hogy hívják ott, mutatni attitűdöt. Amerikában is, több városban énekeltem, és Európában is, és sokszor van az, hogy utána az egész táb elmegy vacsorázni. És gyakran vagyunk úgy, hogy mit tudom, egy náció. Tehát én magyar, más másik a harmadik spanyol, stb. Tehát, hogy nincs két magyar, vagy nincs két magyar, szintes soha nincs kettő. De hogy mindenféle más nációjú emberek vannak és akkor végén elmegyünk egy nagy vacsorára, és megünnepeljük a premiért, és az előadást, és akkor a, abban a bizonyos lokálba vagy valami, akkor a végén lesz egy ilyen éneklés is, és akkor mindenki énekel valamit. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy az emberek szinte mind, tehát úgy általában valami közismert világslágert énekelnek, csak én jöttem mindig az én kis népdalaimmal, és érdekes módon, amikor a számukra érthetetlen nyelven elkezdtem a szép magyar népdalukat énekelni, egy így ámultak és bámultak, hogy ez úristen, de szép, ez milyen különleges világ, ugye egy pentatónia, ugye? Egy, egy népdal, ami úgy, 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 én hiszek abban. Sokszor volt olyan, hogy elég furcsa társaságban megkértek énekeljek egyet, de őt olyan félig részeges, hogy majdnem kiröhögős, és én mindig hittem abba, hogy az, amit én fogok énekelni, annak az üzenetnek, az üzenete eljut. Mm. És, és, ez olyan gyakran megtörtént velem, hogy bemújtam a szemem, én hittem benne, ők az elején, na ez itt vagy mit tudom én, és a többi, és a végén fú, de szép, és megtapsolják, és megtörténik a csoda. Hm. Tehát ezzel a zenekarral is, a rapszodival is, amikor fellépünk sokszor, hogy hú, ez elég jó lesz ide, vagy így, meg úgy, úgy aggódunk, és mindig gyerekek, bízzatok abban, amit csinálunk. Hát ez egy küldetés. Hm. Volt olyan, aki meghívott minket egy koncert, és azt mondta, ti, ti Papok vagytok, ti hirdetitek a, 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 az igazságot, a, a mélységét, az ősiességét, a hősiességét a magyarságnak. Ez olyan zene, kodály, bartók feldolgozva, hazafias zene, de nem föltétlenül hazafias, tehát nem olyan, mint az a zenekar hirtelen akartam, Kárpátia, hogy nem, hanem ez klasszikus szálakból. Ered, és egy olyan lelkületét fogja meg a a magyar kultúrának, ami hát ö, olyan jól esik vele magyarnak lenni, olyan kellemesen mm -hmm. fáj, olyan gyógyulóan fáj. Mm -hmm. És ez a szép benne, hogy hogy a kultúra az barzsamként gyógyítsa a magyar embereket, hogy azokat a sebeket, amik ejtettek rajtunk, hogy azok gyógyuljanak be, és a kultúrát erre kéne sokkal jobban használni. Mm -hmm. Ezt mondanám meg a miniszterelnök úrnak. Az például tényleg mennyire zavart, amikor uh, azzal szembesültél, mert gondolom szembesülnöd kellett azzal, amit mondjuk uh, egyszerű operalátogatóként is, ha valaki olyan szerencsésnek mondhatja magát, mint én, hogy van alkalmam is módon elmenni külföldre, meghallgatni, megnézni egy opera előadást, akkor azt látja, hogy ezek az aktuál politikai irányzatok, áramlatok, most legyen az egy néhány éve mondjuk a menekült ügy volt ilyen, akkor lehet mondjuk a, a gender propaganda, bármi, mennyire erőteljesen megjelennek a rendezésekben. Tehát, a, hogy egy, egy csodálatos szerepedre az Anfortasra utaljak, Richard Wagnernek a Parsifal című hihetetlen operájában. Hát, láttam egy olyan rendezést, amiben mondjuk a lovagok, ahol az egész történet játszódik, ők őrzik azt a Szent Kejhet, amelybe Krisztus vére folyta keresztfán, ők mondjuk menekültek. És azt kell mondanom, ez egy bajrati rendezés volt, hogy még nem is volt a nagyon rossz rendezés. Csak az emberbe úgy feltámadt a gondolat, hogy ezt most lehet, hogy azért csinálta, hogy, hogy politikailag kollekt és elfogadott legyen. De mondok egy másik példát is, egy másik bécsi parszifál, ami már a háború kitörése után jött létre, az mondjuk Putyin börtönében játszódik, és hát Parsifára pedig azt tudom mondani, ez a második felvonásban látszik és derül ki, de talán már az elsőben is erőteljesebben, hogy vagy homoszexuális, vagy valamiféle gender fluiditást lehet feltételezni, mert mondjuk kisminkelve félmésztelenül fotózzák például, és úgy jelenik meg magazinokban fényképe. Most félértés és természetesen az embernek semmi baja nincsen a modern rendezésekkel, mert annak is abszolút lehet létjogosultsága, és természetesen semmi problémája nincsen más irányzatokkal sem. Nekem mondjuk a problémám azzal van, hogyha úgy érzem, hogy egy nagyon eltúlzott, erőltetett propaganda jellegű dolgot látok, ami esetlegesen már az előadás a zene ellenében hat. Például te találkoztál-e ilyen szituációval a színpadon? Ó, hát ö, fantasztikus kérdés, tehát látom, hogy nagyon nagyon kultúr... Ö, ö, Szerettem érdeket. az operát, maradjunk ennyivel. Szóval szó, szó, csodálatos egy élmény beszélgetni. Én azt én mondom, hogy... Mondani. Köszönöm szépen. Én, én azt tudom mondani, hogy én egy nagyon rendező barát, operaénekes vagyok, engem szeretnek a jó rendezők. Uh -huh. Tehát engem akarnak a jó rendezők, mert én bármit el tudok játszani. Én, én, én ezt kimerem mondani, hogy én a színpadot érzem, ha én jó szituációban vagyok téve, én egy színész énekes vagyok. Én mm. szeretem ezt mondani magamról. Nagyon szeretem, hogyha a kihívás van a játékban, hogyha, hogyha, a figura elhasad. Nekem nem gond. Na most a mindenféle ideológiákra visszatérvem, a mesztelenkedés például és a, ezek az aktuál erőltetett politikai dolgok az, az egy dolgot árul ez számomra. Nem, le, nem muszáj velem egyetérteni az eszköztelenséget. Hogy egy, egy van az a rendező, és szerintem nem elég tehetséges. Ennyi. Nem tudok mást mondani, mert ha erőltet valami idealizmust és olyasmit akar mondani, ami a csapból is folyik, meg harcol az ők is munkáján keresztül valamiért, ami Hú, de nagyot fog szerinte ütni, szerintem az eszköztelenség, meg a mesztelenkedés is eszköztelenség. És volt is rendező, akinek megmondtam, hogy figyelj, ez, ez nincs elég fantáziád, hogy mi a, a tévé indítja be, csak iradót nézel, meg nem tudom én mit, szóval, hogy te is, te is, úgymond, propagandista, vagy stb. stb. Szóval, hogy, hogy Gondolom, nem, nem örültük. Persze. Persze is volt, aki meg is fogadta. Azt mondta, hogy te igazad van. De mi, mi, de ott egy az egybe, egy ilyenről, aki most egy ilyen témába megy bele, arról süt az, hogy őt ez nagyon pántja, és nem tud elvonatkoztatni, és nem foglalkozik a szép művészettel. Az opera az a művészetek királya. A film labdába nem rúghat az operához képest. Nem vicc. Ott minden élőben történik. Ott több száz ember egyszerre kell tökéletesen produkáljon, hogy szép legyen, és átüsse a falat, és, és sikeres legyen. Operát ö, létrehozni, operát művelni, operát ö, ö, hallgatni, az maga a csoda. Az nem csak. Nem csak hogy is mondjam, szórakozás, hanem az művelés. Tehát ez olyan, azt szoktam mondani, mint az eszencia. Instant. Beleteszem, és ha az lesz belőle, amit éppen beletettem, nagy mértékben. Aki operán keresztül nézi a világot, az, az tudja, hogy mikor van bajban, mikor vannak árulók körülötte, mikor mennek az életére, mikor a dráma van, hogy kell viselkedni, mi a... stb. Szóval az az ember, aki az operán keresztül akár meg tud élni bármit, eszibe jutnak történetek. Nekem például mondunk egy szót, és egyből már má, má tudok róla egy opera részletet énekelni. Jobb úton van, műveltebb, stb. Visszatérve ezekre a rendezésekre, vagy van a direkt szándékos provokáció, volt olyan rendező is, aki eljött egy bizonyos operaházba, és azt mondta, hogy én most meg fogom erőszakolni a közönséget, és valami kemény dolgot lenyomok a, a torkukon, és ilyesmi. Van ilyen is. Azok hogy is mondjam, a, a sértődött emberek, akik akik egyszerűen képtelenek a, a szép művészetre. Akkor van a másik, aki valóban aktuál politizál azért, mert vagy parancsban van adva, vagy egyszerűen tényleg eszköztelen. Ez a másik, eszköztelen. Vagy a mesztelenkedésnél szintén eszköztelenség, tehát amikor meg akarja botránykoztatni, azt hiszi, hogy ettől majd felejthetetlen lesz. Hát nem, pont ettől lesz felejthető. Mert ha megnézzük bármelyik operaháznak a, a, a legendáriumát, vagy a... a a legendás rendezéseit, ugye, például a John Coplinak, nak akinek 60 évig maradt fönt az a rendezése, az csodá, az gyönyörű. Ki van dolgozva minden részlet, mint egy boticelli, mint egy... Szóval, hogy, hogy, fantasztikus. Tehát, hogy ki van találva, hogy ott milyen szót mond, és akkor arra, hogy töröli le az ablakot, mert, mert hogy az neki, neki számít hogy ahogy le, le, lemegy az a, az a vízcsepp a, a, a kezén, és abból ébredt fel az, hogy kirázta a hideg, és hú, hú, ő megijedt egy, egy gondolattól. Szóval, hogy a rendezések az operában azok, néha felül kellene, hogy, hogy múlják a, a zenét, ami szinte képtelenség. De de van, hogy nagyon sok Igen, segítenek. de méltó lesz hozzá. Igen. Tehát, hogy méltónak kell lenni, és azért kagyik ezek a rendezők, mert tudják, hogy eleve nem méltók, és uh -huh. akkor, akkor már csinálnak valami botrányt. Volt Tehát, olyan, hogy azt mondtad, hogy na, ezt köszönöm, nem? Persze, hát rengeteg. Uh -huh. Rengeteg. Ezért is? Azért is, mert nem, is, uh, volt olyan, előttetni? ami, ami nagyon gagyi volt, um, és, és azt mondtam, hogy ebben nem szeretnék részt venni. Volt olyan, ami nagyon erőltetett. Volt egy olyan, amit le akartam mondani végig, le akartam, mentem az autóba, és mondtam, na én ott most oda megyek, és majd az első próbán így meg úgy megmondom nekik, hogy én ilyenre képtelen vagyok. És amikor odaértem, és a próba elkezdett zajlani, és láttam ezt a rendezőt, hogy ez tényleg hisz benne, és meg tudott mindent magyarázni, hogy mit hol. És nem botrányt akart kelteni, ő mm -hmm. meg akarta mutatni nekünk a, a, a világ végét. Mm -hmm. És sikerült ebbe a rendezésbe. Brutál önmagammal találkoztam, szóval egy hihetetlen, hihetetlen mélységeket. Groteszk volt az egész, de. Erre mondtam, hogy ne, alapvetően nem a modernséggel, nem, van, nem, nem az nem, az újítással nem. vagy az eredeti ötlettel, ha annak van. Ha van mögötte gondolat? Van és mögötte, és, és megvannak a szép árnyalásai. Tehát nem, nem szúr. Nem, nem azért ellen. Igen, ott. tehát nem azért szúr, mert, mert mert akkor ott kényelmetlen helyzetet akar teremteni a megértésben, vagy a nézőben, vagy bár, hanem azért szúr, mert ott szúrnia kell, tehát csodálatos, csodálatosan van árnyalva. Az, egész, az, egész, az egésznek a, a rendezőnek is ott kell legyen a keze, munkája benne, el kell tudja játszani azt, nem csak, hogy a, gyere be, stb. 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 Egy rendező, most már mindenki rendez, boldog, boldogtalan, idióta, hülye, mindenki rendez, de komolyan mondom. Tehát nem fogják föl, hogy rendezni, oda olyan színpadi érzés kell hozzá, olyan a tudás, olyan bősnek kell lenni több száz könyvet, nem akármit kiolvasni, hogy, hogy legyen ihleted. Tehát rendezni az nem olyan, hogy csak van egy elképzelésem, meg lehet nézni ezeket az első rendezéseket, főleg a rendezőket, akik Egyből minden ötletüket beleteszik, és lesz egy ilyen nagy kavalkát, mint amikor egy kisgyereknek kell főzni, és amit talál mindent bele az izé, kocsvaszos, apa, filom, mert nem akarom megbántani, ugye? Tehát ilyen lesz. Annyi eszköztelen, önjelölt énekes meg főleg rendező van, hogy, 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 hogy nagyon nagy Na, szóval ezt a világot nagyon, akkor ez is egy stabil világ, mindenki támadja ezt is. Akkor most viszont már nagyon érdekel az ha, mert látom, hogy mennyire fontos neked ez a rendezés, és, és, és hogy ahogy mondtad, hogy nagyon szeretnek a rendezők, te is nagyon szereted, hogy egy rendező jó, és nagy rendezőkkel dolgoztál. Vigyászki Attilát például miért szereted annyira? Mindig beszélsz róla, bánkbánt énekeltél. Na ]ért? most nem, ma, ma nem beszéltem volna, már valamelyik nap hívtam, és nem hívott vissza. <laughs> Na, csak viccelek. Vigyászki Attila, ő egy ő ugyanolyan bölény, mint én, akire vadásznak, de ne, nála minden megvan, minden tudás, minden, is tehát ő keresi mindenben a közös pontot, az erőt, a, a szakralitást, ahogy, hogy miért fogom meg azt a vizet, és ha megfogom a vizet, az mit ébreszt fel bennem, és megmerem-e vagy oda csapom, tehát, hogy ő, ő cizellál. Ez nagyon fontos, hogy hogy Cizellár, nekem volt egy, egy legendás összecsapásom vele egy bánkbán rendezésen, és eszköztelenül ott álltam, és mondom, Attila, mit csináljak? Nem mond semmit. Attila, mit csináljak? Nem mond semmit. És én kerestem, hogy a, a Hamleti mm -hmm. énemet kellett volna előhoznom. És, én, és már rászóltam, Attila, majd már valamit mit csináljak. Nem hallod, ember, és rám kiált. Csinálj, amit akarsz. Pont ez a legjobb, hogy, hogy nem tudod, hogy mit csinálj. Keresed a legjobb pillanatot, és így összecsaptunk egy nagy színpadi próbán. És én nekem annyira sik, tehát mind amikor kitör a vulkán, és megsző Heuréka, ugye, és, és amikor ott volt a Hamleti figura, hogy most most mit csináljuk a két rossz közül, melyiket választom, nincs más út, mind a kettő rossz, mind a kettőbe a becsületemet vesztem el, stb. stb. és tépem, tépelőnöm, és ez a jó. És, és ennek meg kellett szülessen ennek, a, ennek az összecsapásnak, ennek a megértésének. Hát ő egy, aki a prózai bánkbányát a legutóbbit esetleg látta, akkor, akkor rájön az ő zsenialitására, hogy hogyan hogyan csap össze a modernitás, meg a régiség. Tehát hogyan tud párhuzamot vonni, Öm, hogyan tud erőt képviselni, hogyan, mik azok a pontok, amik a napjainkig elvezetnek, hogy él az él az, az aranyszál, tehát hogy, 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 hogy jó úton vagyunk, tehát olyan szépen megtalálja azokat az utakat. Nem túloz, nem akar túlozni. Vagy ha túloz, ha szólunk neki, akkor beismeri. Tehát, hogy ő egy... Kár, hogy nincs hasonló rendező, még egy jó pár. Ő keresi, ő keresi a lényeget. És úgy keresi a lényeget, hogy bevallja, hogy keresi a lényeget. Ez nagyon fontos. Vannak rendezők, akik, hát én tudom én tudom, és akkor úgy, és ott gyere be. Tehát nagyon-nagyon tudok szórakozni ezeken a rendezőkön. Itthon is van egy jó pár, hogy ilyen CD-borítóból rendez meg szövegkönyvből, és stb. Tehát, hogy a zenét azt figyelembe nem veszi, még nem mm. tudja, nem érzi. Azt hiszi, hogy úgy jön, és akkor megjön az ötlet, és akkor formálunk. Hát, például itt van az Akari aki egy székely rendező, most a kék is vele csináltuk. Na, ő is egy ilyen. Ő uniterdias egyébként Romániában megvert mindenkit, egy nagy kitüntetést kapott, az egyik legjobb rendező lett és az díja az egész világon odafigyelnek, ugye mert a román színház az nagyon-nagyon-nagyon magas a top 5 -ben benne van. És vele, ahogy ezt megcsináltuk, például ezt a kék szakálut, ahogy ahogy a Világon az talán az egyik legnagyobb problémák közt van az egyedülálló nők. Az, hogy nem vagyunk távol, vagy egyedülállóan nevelik a gyereküket a nők, a sok vállás, hogy a nő miért marad egyedül, a kékszakáló erre lett ráhelyezve. Uh -huh. a, lé, a lélek fontossága, tehát olyan dolgot hozott ő is létre, hogy uh -huh. úristen, tehát hogy beleborzongok, amikor erről beszélek. Tehát vannak ilyenek, vannak Vinyászki Attila, persze az, 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 egy, az egy csúcs ebből a szempontból. És, és ő komolyan gondolja a nemzetet, ő komolyan gondolja a hitet. Ez fontos, mert erre a Földre ezért születtünk, ez a két dolog, amit gyakorolnunk kell, ami túlél minket, az örökségünk. Ugye az Isten szeretete, hozzávaló visszatalálás, hogy vissza, legyünk méltók, ezután a próbatétel után is, hogy hozzájussunk vissza, a másik meg, hogy itt a Földön valami olyanhoz tegyünk hozzá komoly értéket, ami minket túlél, ami fontos, ami számít ő is tudja ezt az utat. Azért is akartam ezt kérdezni, mert hogy pont a Bankban, amiről mindig azt mondta, hogy ez volt a szerepálmod. Én nekem volt szerencsém látni téged az Erkel színházban is, és láttalak a... Na, ez mi volt? Ez az, Azt akartam mondani, hogy utána láttalak a Margit Szigeti szabadtéri. Azért a Margit Szigeti az már döngött rendesen. Hát az Erkel színháziba ott többféle, az ott nem, nem álltam készen rá. Be kell látni, de például az Attila látta, hogy igen, ez egy vángbán matéria úgy, ahogy az Erkel Színházból nagyon sok összetevő volt, ami miatt az, az előadás nem lett olyan, ami ennek lennie kellett volna. Ebben részben én is hibás vagyok, ne is keresük a többi hibát. Jó volt az is, összességében nagyon jól működött volt, akinek a New Yorkból kaptam például leveleket, hogy az volt neki a... Az opera előadás, és többször eljött, és megnézte. És ugye ezt a bankbánt vittük ki New Yorkba is, és azért hihetetlen sikere volt, ezt hozzá kell tenni. Tehát bankbánnal váltam közben. Na igen, éppen ezt akartam mondani, hogy nekem is voltak, most meg nem tudom mondani, hogy a két előadás közül melyikben, de lehet, hogy mind a kettőben volt olyan érzésem, hogy amikor a hazám hazám a hogy most tényleg. Bánkbánt látom, vagy Molnár Leventét látom, nem is lehet már megkülönböztetni, és most fel fogom tenni azt a kérdést, amit tanítanak, hogy nem szabad megkérdezni, mert a legrosszabb kérdés a világon, de annyira szeretném tudni, hogy miközben te ezt a csodálatos áriát énekled. Ami annyira arról szól, amit te vagy, amit te képviselsz. Te mit érzel? Nagyon izgulok. <laughs> Mindig nagyon izgulok. Azt tudom, hogy, hogy a kód az működik. Tehát a hazaszeretet nem hibázik, az opera iránti tiszteletem nem hibázik, a szerepet, a dallamot tudom, abba se kéne hiba legyen, de hogy jól működjön, meg hogy én az enyémeimnek, a magyaroknak, akik ezt értik, ezt úgy adjam elő, hogy hiteles legyen, és, és jó, és méltó, és tényleg klasszis, hogyha szabad ilyet mondanom, akkor, akkor, akkor én teszem a dolgomat. Tehát én úgy megyek föl a színpadra, főleg egy ilyen árja előtt is, hogy én, én, én az életemet adom oda. Tehát énekre, halálra. Én azt mondom, tehát nekem ott hibátlannak kell lennem. És emiatt sokszor lápszuszom is van. Egyébként, ha megfigyelik a kedves nézők, mondjuk én ugye amikor az egyik békemeneten énekeltem, véletlenül a szavakat is felcseréltem, mert olyankor hihetetlen druk van az emberbe. Himnusz énekelni, meg olyan, amit mindenki ismer a legnehezebb a világon. Vagy imát énekelni, vagy ilyesmit. Hihetetlen dolog volt, hogy, hogy vissza tudtam kapcsolódni, Megcsere, megcseréltem egy, egy szóhasználatot, így is értelme volt, szép volt, meg minden, de, de, de előfordul. Hiába akarja az ember nagyon úgy érzem, hogy az életem múlik tényleg rajta. Tehát énekre, halára. Én, én, én az enyémeknek, ennek a nemzetnek csak a legjobbát szeretném adni, és szerintem nagyon kevés pillanatban lehet rajtam nagyobb nyomás, mint, mint egy ilyen szerep formálásánál, meg főleg a ári alatt, hogy ott tud minden penge legyen. Mi lesz most? Hogy látod a következő egy évet, két évet, öt évet? Mennyire látsz előre? Hm. Hát ö, nem látok előre. Ez, az elmúlt húsz évből ez a pár év ez így alakul, hogy már nem látok úgy előre. Régen 5-6-7 évre is bevoltam táblázva, most nem. Most nem Akkor, vagyok. A, amit tudsz, hogy te mit szeretnél? Hát ami most van, ez ezt, az ezt, az szeretem. Az ezt az szeretem. Ezt szeretem. Tehát ö, ö, a gyerekeket, a diákokat szeretem támogatni mondjuk nem könnyű, mert, mert neki, mi, 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 a tanárok kell energiát adjunk nekik, szét vannak a figyelmük, szét van, szét van szóródva, talán nem sokszor elég megszállottak, ezzel is még harcolnék, mert a Párciumi Keresztény Egyetem megértemli meg a, a, diákok még jobban talán. Ú, írtam egy pár szöveget, dalt is szeretnék csinálni, a rapszódival nagyon-nagyon nagy sikerűek ezek a koncertek, amiket előadunk. Velük is szívesen folytatnám a, a, a munkát. Hívnak, mint szóló énekest több helyre, akár színházban most van ez a kooperának a, a helységkalapácsa, ezt is több helyen elő fogjuk adni, ebbe is a feje nagy szerepét éneklem. Az is olyan, egy ilyen magyar szuperhőszerűség. Nagyon érdekes, tanulságos. Ilyenek állnak most, most igazából előttem. Hát nem mondom azt, hogy nem hiányzik az opera, maga a nagy, komoly operaházak, tehát az a, az a millió, amikor minden tökéletes és fönnállhatsz a színpadon. De most ez nincs, és egy másik vonalon erősítem magamat, és ez, ez szintén jó, mert nyugodtabb vagyok a szépet keresem, elégedett vagyok azzal, ami van, és elkezdtem megint berendezkedni egy bizonyos pontra, a Kárpát-medencére. Tehát, hogy most jött el az a pillanat, hogy így le, lecsendesedett minden. Most például lesz egy hungarikum gála koncert, azon is nagyon szép a hazám-hazámat is éneklem hogy is mondjam, akik fölkérnek, és akik elhívnak, és akik értenek is ez a szakmához, azt mondják, hogy a hangom az ö, csúcson van. Az érzés, érzésem szerint tényleg most egy, egy aranykort élek meg ebből a szempontból, hogy él, fürdök a hangomba. Kár, hogy nincs annyi énekelni való, komoly szerepkihívás, de de hogy is mondjam, valami, valamire tartogatom nagyon. <laughs> és, valami nagyon érik bennem. Van is egy dal, amit írtam, amit nagyon szeretek, szerintem az az, az az, út jó. Egy ilyen feltámadok című dal. 1568 ihletett. Nagyon foglalkoztat engem ez a téma, hiszen amikor a magyarságot ugye széttörték három fele, 1568 ba akkor létrejött egy új vallás, az unitárius, plusz miattuk a világnak először a, a szabad Vallásgyakorlást és a, a szabad akarat gyakorlását. Uh -huh. Annyira meghaladtuk akkor is politikailag a, a korszellemét, hogy hihetetlen. Abban a nagy törésben, abban a szétvertségben, 150 év török uralom, stb. akkor is csodát tudtunk adni a Földnek. Mi, mi képesek vagyunk a semmiből is, Ö, hogy is mondjam, Ö, valami megoldást, valami nagy bajra. És én annyira hiszem, hogy a békéhez is nekünk van most is a legjobban a, a közünk, ezt hiszem, és ezt érzem és a magyar szellemünk ragyogjon, és, és élvezzem továbbra is ezt a magyar létet. Tehát ez a mostani szerepem, ez jó, hogy Csaba testvére például egy nagy projektbe vágunk bele, ahol a déli harangszó, az életfája, hogy megmutatjuk, hogy, hogy milyen szép Európában élni, a Kárpát-medence milyen csodákat adott, hogy milyen fontos a környező nemzetekkel, hogy van közös pontunk, ugye, Hunyadi János, aki, aki mindig összetudott minket fogni, és, és borzasztó nagy erőt gyakorolt, és hát kivételes ember volt. Példát kell mutatni a fiataloknak, és meg kell élni, meg kell élni, meg kell találni a jó Istent az életünkbe. Ez, ez nagyon fontos, a miértet és ilyen dolgokkal foglalkozok, és ez, 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 annyira jó, olyan szép verseket írok. Általában akkor egy picit magam alatt vagyok, és akkor írok, úgyhogy mindig mondom, akinek elolvasom a verset, hogy ne kívánt, hogy írjak. Mindig mondják, írjál, írjál, de mondom, hogy ha én írok, akkor nem vagyok éppen jó hangulatban. Úgyhogy inkább, inkább nem, nem kéne írni. Keresem a békét, keresem a békét. Úgy érzem, hogy sokszor vagyok harcos, és akkor észre kell vennem, hogy a modorommal esetleg hogyan tudok változtatni, vagy hogyan tudok szelidebb jobb lenni. És ha, ha egy ilyen természetes jó fejlődésen megyek keresztül, ez, ez, mindenkinek jó. Azt hiszem, főleg, főleg nekem. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám beszélgetni. Én köszönöm.